Ilyen macikat szoktam a kezükbe rajzolni, ilyen olyan háztartási robot, hogy így játszik a gyerekekkel. Ilyen segítő robot. Van ilyen világító zöld szeme, és ilyen fogakat is rajzoltam neki. Meg hogyha valamit meg kell javítani, akkor a háztartási robot azt szépen megjavítja, hogyha az apukának vagy az anyukának nincs ideje. Elfogadnák egy olyan robotot is, ilyen minibe is, hogy ilyen pici robot, aki így elmászkál, meg így belemászik az iskolatáskába, amikor megyek suliba, aztán ott kimászik az osztályrendbe, és akkor Anti néni fölkérde, mert azért Anti néni nem annyira bírja a robotokat. Van egy például kis cica, mondjuk úgy, akinek már elhunyt az anyja, meg nem volt apja, meg nincsenek barátai, meg nem ismer mást, és van egy ilyen robot cica, akivel tök jó barátok lesznek, meg így tud játszani is ez a robot cica, meg nem ilyen világító szemük, hogy így elijeszti az állatokat, meg aki fél ettől a robotokról, meg nem annyira tetszik neki, mert a Star Wars-ból a C-3PO-tól, meg az R2-tól is retteg, annak viszont nem lenne jó. Legfeljebb, ha ott is bioanyagokból készítenék, meg ilyen igazi női hajat, amit levágtak a fodrászok, azt is összeragasztani viasszal, meg ragasztóval. Ugye az Ádám és Éva történetéből szokták úgy hívni a nőket, meg a lányokat, hogy ő oldalborda, akkor mondjuk úgy is lehetne hívni, hogy biorobot oldalborda, vagy mondjuk Rob oldalborda, vagy valami ilyesmi. Hát már az megjelent, hogy a metrót robotok irányítják, na már az nem tetszik nekem, mert múltkor is volt egy ilyen, hogy beragadt, meg hogy a robotok meghibásodtak, és azóta félek ettől az izétől. Azt szeretnénk, hogy ilyen hogy maga a jármű robot, és akkor magát irányítja, csak így beírott, hogy hova akarsz elmenni, te meg így Hawaii DJ, és akkor elvisz oda, na azt szeretem. Robotok királya.